Rengeteg edzéssel és 9 felkészülési mérkőzéssel igyekezett a legjobb formába kerülni a tavaszi rajtra az ibrányi futballcsapat. Kovács János együttese pályára lépett a Nyíregyháza Spartakusz és a Bozsik Akadémia ellen is, de a felkészülés gerincét jó néhány megyebeli gárdához hasonlóan a nyírbátori Aranyfálcán kupa meccsén jelentették kántorék számára. Mivel az Ibrány megnyerte a műfüves tornát, a csapat edzője érthetően elégedetten tekintett vissza az elmúlt hetekre. Maximálisan jó szolgálta a felkészülésünket, hisz minden hétvégén kellő játék lehetőséghez jutott minden játékosom, és emellett a hétközben pedig azt a edzésmunkát, amit el kellett végezni, azt sikerült eddig megvalósítanunk. Tényleg mindenkinek adtam játék lehetőséget maximálisan, most már itt a végére azért a bajnoki rajt előtt több játékosnak végig kell játszani, hisz azért 2 hét múlva csúszott ugyan a bajnoki rajtunk, de ez nem hiszem, hogy befolyásolja most a felkészülésünket. A 6. helyen álló Nagyesettől mindössze 2 ponttal lemaradva 11. Ibrány gyakorlatilag változatlan kerettel vág neki a tavaszi szezonnak. Minimális változás volt, 20-as a játékosok keretünk, volt 2 játékosunk, akiket elengedtünk, román labdarúgók, és ő helyettük igazoltunk annak megfelelően, hogy helyt tudjunk állni a Kovács Norbertet Nagyecsedről, és a Vasas Tamás pedig Balkányból. Tehát posztra próbáltunk, és olyan játékost csak, aki hát jelen pillanatban kezdő lehet a együttesben. Egy 6. hely, ami reálisan még talán elérhető, és 1-2 pont a különbség, hogy azt az a végelszámolásnál mire lesz elég, arra én is nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon kiegyensúlyozott lesz a mezőny. 2-3 csapat kivételével bárki oda kerülhet. Az Ibrányi együttes március 9-én a tavaszi nyitófordulóban a tabella 13. helyén álló Deac otthonában lép majd pályára.